15 évvel ezelőtt módomban volt egy rövid félórás portréfilmet forgatni a város egyik elismert polgáráról, professzor doktor Dömötör Endréről, akiről ezen az én filmemen kívül hát túl sok mozgóképet nem találtam, pedig kutattam utána. Kérem, hogy mielőtt a professzor urat szólítom második vendégként, nézzük meg ennek a filmnek az első két perces vagy két és fél perces változatát. Monoron születtem 1928. február 27-én. Pedagógus szüleim, édesapám monori református kántor tanító volt, édesanyám is tanítónő volt, és az egész család az tanító és lelkészekből adódott, apai és anyai ágon is. Kecskemétre kerültem 1938-ban a református kollégiumba, családi hagyomány volt ez nálunk. A bátyám is itt járt Kecskeméten, unokatestvéreim is, hárman, sőt még a nagyapám is. Az egyik nagyapám Kecskeméten a ókollégiumba járt. Ilyen indítatással jöttünk Kecskemétre, és sajnos a háború közbeszólt, mert aztán a 7. gimnáziumban nekem Pestre kellett mennem, Monorról nem tudtam visszajönni Kecskemétre, és az evangélikus gimnáziumba kerültem, ahol hát köztudott az evangélikus gimnáziumnak a tanítói minősége, és ott ez az a híres Fasori nagyon, gimnázium? A Fasori gimnáziumba, és ott végeztem a 7-et, de érettségizni visszajöttem Kecskemétre, tehát 46-ba itt érettségiztem. Ez az iskola rendkívül szigorú, és de egy rendkívül jó nevelő hatású iskola volt. Tulajdonképpen itt az ember szeretet, itt a tanárok rendkívül emberközeliek voltak, és főleg az internátus igazgatója, Hámor Kristóf, aki a maga rendkívül szigorával, de rendkívül meleg szeretetével pótolta tulajdonképpen a szülői házat. Hát egy 10 éves gyerek elszakad otthonról, és nem volt az, mint most, hogy hetente hazamehetünk. Évente hazamehetünk karácsonyra, húsvétra és az év végén. És a szülők is csak egy hónapban egyszer látogathattak bennünket. Az előfordult hanghibáért szokták mondani, szíves elnézésüket kérjük, a kópia ilyen 15 év után. Nagy szeretettel és tisztelettel szólítom professzor dr. Dömötör Endrét, aki talán, ha figyeltek a dátumokra, idén februárban töltötte be a 90. esztendejét. Jó estét kívánok! Elárulom a kedves nézőknek, hogy abban maradtunk, hogy Bandi bácsizni foglak. Nem baj, ugye? Köszönöm. Bandi bácsi, 10 évesen kerültél Kecskemétre. Itt beszéltél egy kicsit arról, hogy évente kétszer lehetett hazamenni, mi több a szülők se jöhettek gyakrabban, mint havonta egyszer. Mennyire viselted ezt könnyű lélekkel? Hát tulajdonképpen ez a műsor is kecskemétiekről szól. És nagy megtiszteltetés, hogy én is kecskemétivé váltam. Na most az, hogy hogy lettem én kecskeméti, azt röviden szeretném elmondani. Állunk elébe. És mivel a 90. évet betöltöttem, a hosszú életemnek hosszú a története is.
80 évvel ezelőtt kezdődött az én kecskeméti életem. Nagyon köszönöm ezt a bejegyzést, mert ez most nem akarok ismétlésekből bocsátkozni, ennyi időt nyertünk, hogy, hogy életemnek az első 8 évét úgy nagyjából elmondtam, és még ehhez hozzátartozik, hogy egy nagy indítatás volt a Szemerei Bandi bácsi, diákoknak csak Bandi. A Szemerei Bandival mi monori földiek vagyunk. Szemerei az ő szülei, a Feri bácsi és a Katica néni monoron tanítottak a polgáriba, és édesanyámat is a Katica néni tanította, majd később mind a két házas pár kollégák lettek, és jó barátságba kerültek, és őket áthelyezték Kecskemétre, a kecskeméti polgáriba tanított a Feri bácsi. Na hát akkor 80 évvel ezelőtt léptem be, pont szeptemberben a Kecskeméti Református Kollégium internátusának a küszöbét. És ott 8 évig laktál. Ott 8 évig Orosz laktam. László volt a szobatársad, igaz? Igen, ez egy nagyon-nagyon szigorú, de nagyon-nagyon hasznos és egy jó hírű nevelő intézet volt. Az első 6 év az tulajdonképpen eseménytelenül zajlott le, annak ellenére, hogy 38-tól már beléptünk a történelembe. Akkor kaptuk vissza ugye a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, Délvidéket. Ez már egy kicsit a diák éveinket is befolyásolta. Hát, kaptatok például Levente képzést? Kiképzést? Tessék? Levente kiképzést kaptatok? Mondod, hogy beléptetek. Levente kiképzést, az utolsó évben Levente kiképzést is kaptunk. És akkor már az események felgyorsultak, német megszállás, a kollégiumnak a tanítása megszűnt, hazamentem Monorra, onnan bementünk, édesapámat behívták katonának, bementünk Pestre, ráadásul a vár alá, ott éltük át az egész vár ostromát, de szerencsére a család együtt tudott maradni, édesapámmal is ott találkoztunk, és ő leszereltette saját magát. És aztán ott is nagyon felgyorsultak az események, a Németvölgyi úton laktunk, a páratlan oldalon németek, a páros oldalon oroszok, és a front úgy 3 napot lövöldözés, kis aknák. Pulzált minden. Az utca két oldala között. Igen. Igen. Szóval nem volt unalmas az a pár nap. Majd aztán bejöttek az oroszok, abban a pillanatban elvittek édesapámat is, én magamat is, és egy gyűjtőtáborba mentünk. Édesapámnak ilyen gyönyörű, 54 éves volt, de ilyen gyönyörű fehér szakált növesztett. Ez mentette meg az életét, meg kilögdöstük a sorból, hogy öreg embereknek ugye nem szabad fogolytáborba menni, nekem se szabad lett volna, de azért elvittek, és menet közben én mindjárt elhatároztam, hogy én nem akarok fogolytáborba menni. Ez érdekes dolog. És belevágtam magam egy ilyen nagy havas árokba, megvártam, amíg elmegy a 5000 körülbelül német katona, csendőr, magyar katona, és ilyen magamfajta civil. 17 éves voltam.
és akkor szépen próbáltam hazamenni. A németek és a magyarok akkor törtek ki a várból, és ott a hullák között próbáltam átmenni, hazamenni, de elfogtak ismét, megint beállítottak a sorba, de akkor már én profi voltam. Tudtad, hogy meg fogsz szökni. Tudtam, hogy mit kell csinálni, de mindenkit magam elé engedtem, és az utolsó voltam, és egy öreg orosz hadifogságban volt első világháborúban, és valamit tudott magyarul, és elmagyaráztam neki, hogy ki vagyok, meg mit nem szeretnék, meg minden. Azt mondta, hogy várjak a kanyarig, és akkor menjek a járdára, és menjek haza. Na hát így megmenekültem. Akkor Pesten kellett a hetediket a fasorba végezni, és végül visszajöttem Kecskemétre, és 46-ban sikerrel leérettségiztem, és jelentkeztem az orvos egyetemre. Tehát megengedsz egy kérdést? Igen. Úgy tudom, hogy tulajdonképpen a monori cigány gyerekeknek tett ígéretet, tett orvossá, egy házi orvos beszélt rá, de azt mondtad a gyerekeknek, hogy ha te orvos leszel, akkor ingyen kezeled őket. Pontosan, behajtották? Pontosan így volt. Nagyon sok cigány gyerekkel voltam elemibe, és nagyon szerettek, mert én foglalkoztam velük egészségileg is, mert én már tudtam kiskoromtól, hogy orvos leszek, és mondták, hogy Bandi, szabadon fogunk, hogyha orvos leszel, akkor ingyen gyógyíts bennünket. Hát be is váltottuk mind a ketten. Én mikor a Rókus kórházba kerültem, beállítottak, és hát nem volt a gyógyítás ingyen, és meggyógyultak szépen, mert monorra, amikor hazamentem a Pince faluba, abban a pillanatban kifigyeltek, és húzták a nótámat, ez volt a fizetség. Végső soron nagyon szép hát elismerés ez. Hát ez az első része életemnek, Kecskemét életemnek ilyen volt. Közben esett egy 23 indiferens év Kecskemét szempontjából, amitől orvos lettem, amikor szakorvos lettem a Rókus kórház, először egy 4 év honvédség, rosszul kezdődött. Katonaorvos voltál, ugye? Katona. Tehát, hogy nem simán baka, hanem katona. Nem, mindjárt tiszt lettem, de hát nem szerettem meg valahogy a katonaságot. Nem a fegyelem miatt, hanem mert beleszólt az én terveimbe. De ezt sikerült még ott szakvizsgálnom, honvédkórház, Pesti Honvédkórház, és a Rókus kórházba kerültem, és ott voltam 1961-ig, és utána meg az Országos Traumatológiai Intézetbe egészen 69. február 16-áig. Méghozzá nagyon híres Mandinger iskola egyik növendékeként, ugye? Na most a szerencsém határtalan volt, mert két olyan főnököt kaptam a Rókus kórházba, a Pomerszem professzor, aki megtanított a betegek szeretetére, a törődés, a betegekkel való állandó törődésre, és ezt magamévá tudtam tenni, azt lehet mondani a mai napig. Majd az Országos Traumatológiai Intézetbe kerültem, a legszigorúbb főnöknek a beosztása alá kerültem, és Maninger Jenő, aki a szakma áldozatos szeretetére, alázatára, és egy egész élet,
nem azt mondom, hogy feláldozására, de egy egész életre szóló hivatásra tanított, és ő ilyen példával járt. Hát ennek aztán az lesz a következménye, hogy ez 23 évet tartott, és még mindig nem vagyok kecskeméti. Sőt, nem is akartál kecskeméti lenni, ez hozzátartozik az igazsághoz. Bevallom, nem akartam kecskeméti. Jobbágy Bandi bácsi, a Jobbágy szanatóriumnak a tulajdonosa volt itt a traumatológiai sebészeti osztály vezetője, meghalt, és a kórház igazgatás és a megyei vezetés följött a traumatológiai intézetbe, hogy Kecskemétre onnan kérnek osztályvezetőt. Nagy terveket mutattak is, meg el is ámítottak bennünket, hogy itt mi lesz. De hát senki, mindenkinek jó dolga volt. Budán laktunk a vérmező oldalán, 22 méteres balkon elettünk a budai hegyvidék. Lányaim, a nagyobbik kislányom most is itt van, ott az Attila utcai iskolába jártak, pestiek volt, a feleségem pesti volt, és hát így rám esett a választás. Na, hogy a többieké, hogy hát neked vannak kecskeméti gyökereid, ugye? Hát igen, akkor nem örültem neki, akkor nem örültem. Bandi bácsi, igaz, hogy egy demokratikus családi döntés eredménye, hogy végül is mégis hát, igen mondtál? Ennek köszönhetően. Lejöttünk, azt mondta a professzor, hogy menjetek le, nézzétek meg, beszéljétek meg otthon a családdal, és utána döntsek. Nem mindig nemet mondani. Hát beült a fehér kis bogárba, a fehér Volkswagenbe, beültünk, lejöttünk, mentünk az Izsáki úton kifelé, és ott láttuk jobbra a nagy rombolások, minden, és az uszoda. És akkor már az egyik kislányom tudta, hogy itt egy ilyen feszített víztökrő uszoda épült, ami talán az országban akkor igen, elég egyedül első lett. És ők hagyszáljanak ki, menjünk tovább a kórházba, ők majd itt ellubickolnak. Úgy is volt, mi kimentünk a kórházba, hát szörnyű dolgokat láttunk az Izsáki úton, na volt Honvéd kórház, helyőrségi Jobbágy kórház, akkor volt a megyei kórház. Második emeleten felpócolt mennyezettel, folyosón laktak a betegek, és hát minimális felszerelés volt. Szóval nem olyan volt, mint az országos traumatológia. Hát nagyon nagy a különbség volt. Hát jó, egy volt évfolyam társam, volt ott ideiglenesen megbízva, és azt mondta, hogy Bandikám, én remélem, hogy megerősödtél abba, hogy itt vagy csak vendégként jössz Kecskemétre. Mondom, hát még nem tudom, hosszú az út visszafelé. Egy gyerekeket fölvettük az uszodából, a Lordok már működött, és ott volt egy bolt, ahol feleségem bement, és borjúhúst vett meg, nem tudom, ilyen hasonló. Ez mind ellenem dolgoznak, ugye. Budapesten nem lehetett borjúhúshoz jutni, legalábbis nem. És aztán hazafelé menet, árva szólt, nem szóltunk. Este mondom a gyerekeknek, hogy mi a helyzet, jaj, apa, menjünk, nem? Tessék, mindenki, titkos szavazással. Család megszavazta, két igen, egy tartózkodás és egy nem. Kitaláltam, hogy a tiéd volt a nem? Hát, titkos szavazás volt, és hát demokrácia volt a családunkban mindig, ugye, és hát akkor megyünk, fölhívtam a professzort, holnap
igent mondok Kecskemét. Jaj, nagyon örültek, nagyon. Mondom, majd meglátjuk. Hát akkor lejöttünk, na most lejöttem Kecskemétre, és mindjárt a munka, és az éjjel-nappalos egy évig bent laktam a főorvosi szobába. Ha puritán berendezése lehet egy orvosi szobának, akkor az volt. Katika ezt hogy tűrte el, így óvatosan kérdezik? Hát ők maradtak Pesten még. Ja, értem. Maradtak Pesten, ugye a gyerekek az Attila utcába jártak még, és hát ők maradtak. És én egyedül ültem meg a 40. születésnapomat Kecskeméten az orvosi szobába. Hát, de azért nem minden munkatársa cselédkönyves orvos volt, azért voltak idősebbek is, nem? Nem. Nem? Nem, hát a legidősebb 6 éves orvos volt. 6 éves orvos volt, és a következő 5 éves orvos volt, és 2-4 éves. A többi meg akkor végzett. Akkor végzett. Hát még legalább nem sokat rongált rajtuk az idő. Nem. Bandi bácsi, igaz, hogy minden egyes esetet személyesen akartál látni? Hát muszáj volt. Minden egyes éjjel-nappal minden egyes esetet meg kellett néznem. Természetes, úgyhogy nem tudtam unatkozni, mert ez ennyire elszaladt az az egy év, mert ha nem betegekkel foglalkoztam, akkor a szervezéssel kellett foglalkoznom. Bementem mindjárt másnap a megyei elnökhöz, a Varga Jenőhöz, hogy ez és ez az igényem. Hát azt mondja, kérem szépen, ennek a fele az egész kórháznak a költségvetése. Az egész kórház. Mondom, megvan az a hirdetés, hogy mire kérnek ide orvost vagy osztályvezetőt? Hát igen, ő emlékszik hozzá. És előttem fölhívta a Fekete Jánost. Igen, a Nemzeti Bank. Nemzeti Bank. Nagyhatalmú igazgató helyettesét, de ő volt a Nemzeti Bank. És akkor előttem helyettem beszélt már, mint kecskeméti, és ugye, és akkor én hallottam, hogy de hát ez muszáj, ez azért jött le, meg itt minden, ez borzasztó lenne. És akkor azt mondta, hogy jó, tessék bejönni másnap. Másnap bementem, azt mondta, hogy tessék a rendelést aláírni. Ugye, szóval, hát ez így van. Muszáj egy kicsit gyorsítanunk. Igen. A tempót. Megteremtesz egy országos hírű traumatológiát Kecskeméten, Baján és Kiskunhalason. Igen. Volt-e szereped abban, hogy az új megyei kórház traumatológiája hogyan nézzen ki? Itt a kórház, az új kórháznak a szervezésébe bele kellett szállnom, és nagyon-nagyon sok segítségemre jutott, hogy én 73-ban fél évet Ausztriába töltöttem egy tanulmányúton, ahol dolgoztam effektíve, és nagyon jóba lettem a kórház gazdasági igazgatójával, és mondtam, hogy Kecskeméten most kórházat építenénk, ha lenne rá pénz, és addig barátkoztunk, hogy az egész dokumentációt ide adta nekem, és akkor én felhasználtam, és egy nagyon jó, a Marosi Miklós, aki azt a kórházat, az új megyei kórházat, meg a mostani szárnyat is építette, és azzal éjjel-nappal hetekig együtt dolgoztunk, és terveztük a kórházat. Jó munkát végezhettetek, mert hogy te voltál az egyetlen orvos, akinek a Schulteis miniszter
hát elismerést adott át a végén. Ez volt, igen, ez volt a kitüntetésem, hogy az egészségügyek közül egyedül. Én elnézést kérek a hallgatóságtól, én nem tudok zenélni, talán nagyon, nagyon egyhangú lesz ez a monoton lesz az csak az időnk folytód, én azért próbálom ezt egy kicsit igen. Így előre. Mi nem titok, hát ilyen másfél-két órát beszélgettünk Baddi bácsi, hogy ebben a 20 percben mi fér nagyon bele. Szarad az idő, készségtelen. Na most a traumatológiai intézetből úgy küldtek el, hogy Bandikám, nagyon aggódunk, érted, de azért nem féltünk, ahogy ismerjük, te vidéki gyerek vagy, és biztos megtalálod a számítást. Az egyik professzor, aki tiszántúli, gádorosi, falusi gyerek volt, átölelt, azt mondta, hogy Bandikám, nagyon irigyellek, hogy Kecskemétre mégy, mert ott az emberek téged meg fognak süvegelni. Hát azt hiszem, hogy nem járunk messze az igazságtól, hogy ez így is történt. Hát, hál' Istennek. Az a híret, hogy például a főtéri padokon rendeltél. Hát, volt rá eset. Volt rá eset, hogy a feleségem nem akar velem sétálni soha, mert ugye sok ismerőssel találkozom, és többek között egy idős bácsi volt, vagy 70 éves idős bácsi, azt mondja, hogy hát tessék már nézni a lábom, a térdemet, hogy alig bírtam járni, és mi mondom, elhiszem, de én leülök, aztán a nadrágját is felhúzta, és a főtér kellős közepén megnéztem, megállapodtunk, hogy tényleg, hál' Istennek, nagyon jó. Hát, még hadd kérdezzek gyorsan, jó? Nagyon gyors egymás után van, kandidáltál, elérted a docentúrát, professzora lettél, a címzetes professzora a Szegedi Egyetemnek, gyakorlatra fogadtál orvosokat. Mikor volt idő tudományos munkára, ha egyébként minden egyes beteget látni akartál? Hát éppen ezeket használtam fel, ugye a dokumentációt. Én itt létem 10. évében, 8. évében már elhatároztam, hogy ezt az anyagot, ezt a nagy beteg mennyiséget értékelni kell, és ebből valami közkincset kellene csinálni. És akkor hát egy nagyon-nagyon nehéz, szorgalmas, és hát talán áldozatos munkával csináltam meg a kandidátusi disszertációt, aztán ez már ennek a következménye is lett a docentúra, meg 88-ban a egyetemi tanári cím. És hát közben meg 3 megyének lettem az instruktora, Csongrád, Bács-Kiskunnak és Békés megyének, és hát ezeket a Bács-megyei, ugye meg kellett szervezni a Bajai Kórházat, a Kiskunhalasit, és ezek munkaerővel és vezetővel ellátni őket. Vajon hány osztályvezető főorvost neveltél ki? És hát tényleg azt hiszem az életemnek a legnagyobb szakmai büszkesége az, hogy 8 osztályvezetőt a mi családunkból nőtt ki, és de ez Miskolc, Nyíregyházától Baja, Kiskunhalas, ott már 3 generáció is már munkába állt. Muszáj megkérdeznem, nagyon, nagyon tetszett, amikor a tudomásomra jutott. Szóval az rólad köztudott, nem csak a református neveltetés okán, hanem hogy felnőtt fejjel is mindig vállaltad, hogy hitedet gyakorló ember vagy, nem léptél be a pártba. Ugyanakkor kaptál egy majdnem visszautasíthatatlan ajánlatot, hogy legyél a megyei munkásőrség parancsnoka. Pontosan. Igen, hát azt hiszem, hogy kuncog a hallgatóság,
mert hát én is ezt majdnem, hogy visznek vettem. És pedig az nem volt egy olyan nagyobb visznek lehetőt. Nem volt, és ez még nagyon virágzó korában volt a szocializmus, vagy kommunizmus, minek nevezzük. És a megyei főorvos és a kórházigazgató lehívatott, Bandikám, nagyon nagy megtiszteltetés neked is, meg főleg a kórháznak, az, hogy a munkásért parancsnok téged hívnak meg. Hát mondom, ne nevettessétek ki magatokat, tehát ismertek engem, de ez a kórház érdeke minden. És akkor átnyújtanak, mit tudom én, hétfő volt, kedden délután 5 órára ide a megyei pártbizottságra, Uzsonnára, vagy nem tudom, mi volt a címe, de egy ilyen nagy bedobás volt, hogy menjek el, mondom, mondjátok le, hogy találjátok ki valamit. Már nem lehet. Jó, akkor elmegyek, de mondom, majd meglátjátok, én azt mondom, hogy nem. Hát úgysem mered, meg ezt nem lehet, gyerünk. Hát elmentünk, és akkor terüli asztalkán, italkánk, minden, és rákerül a sor, hogy hát üdvözölnek, és én vagyok, mondom, bocsánat, én egy kérést szeretnék föltenni, hogy válasszanak egy jó traumatológus szakembert, vagy egy munkás parancsnokot akarnak. A kettő együtt nem megy, de most kérném, hogy most döntsék el. Hát erre se mindenki hallgat, egymásra néznek, de valahogy úgy esett, hogy ebből nem lett valami botrány, ezt csendesen megoldották, de hát ilyenek előfordultak. Mandi bácsi, két lányod közül egyik sem lett orvos, az unokáid közül sem. A dédunokák közül még nem tudom, hogy lesz-e valaki orvos. De vajon azért, mert hogy látták, hogy mivel jár egy orvos élete? Igen, kérlek szépen, ők benne éltek, mert aztán bent laktak, ők is, még nem kaptunk lakást itt, ők is bent laktak. A gyerek kórterem mellett volt egy kórterem, ahol feleségem és a két lányom lakott. Ez valóban kellően riasztó lehet. Tehát. És ők bele a gyógyításba és a gondozásba is beleszóltak ott. De hát, és utána azt mondták, hogy apa, ha egy orvosnak ilyen az élete, hogy állandó, egy permanenciában kell lenni, egy baleseti sebésznek, soha nem tudtuk, hogy mikor kell éjjel bemenni, szombat, vasárnap, karácsony, új év, mindig rendelkezésre állunk, ezt ők nem vállalják. Én ennek őszintén szóval örültem, mert kényszeríteni orvosnak az műhiba, ez egy olyan vétség, hogy az jóvá tehetetlen. Híresen jó teniszező voltál. Igaz, hogy 80 évesen még játszottál? Pont 80 évig, tehát 60 éven át teniszeztem, de hát mivel a tanítványom, azt mondom, egy vizsgaműtétet csinálj gyorsannak térdemen, mind a kettő, térprotézis, és akkor azt mondtam, én a betegeknek azt mondom, hogy nem szabad térprotézissel ilyen munkát végezni, ilyen mozgást, akkor nekem is abba kellett hagyni. És tulajdonképpen egy kicsit azért is féltettek, mert azt mondják, ez a tiszántúli professzor, aki atyai barát is volt, azt mondja, ez az Alföld nagyon veszélyes. A gyűtmönteket nem nagyon szeretik. Nem nagyon szeretik. De hát, de remélhetőleg a te munkád, vagy egyéniséged, vagy személyed ezt majd át tudja hidalni. Mandi bácsi, tudom, hogy megvan a budai lakás.
amikor nyugdíjba mentél, miért maradtatok Kecskeméten? Talán a díszpolgárságok? Hát szóba került. Szóba került. Nagyon sok pesti kolléga szakmai kapcsolatom is még megmaradt, baráti kapcsolat, tehát mégis 23 aktív életét éltünk Kecskeméten, és két bridge partner parti is bridge, volt, bizony. Ugye, és akkor mi utána is mentünk, de a Jóisten elvette ezeket a partikat, mert mindenki kihalt az utóbbi évben. De Bétót Feriék még megvannak, a kecskeméti bridge parti. Kecskeméti megvan, és hál' Istennek igaz, hogy én vagyok a legöregebb tagja, de szépen dolgozunk azért. És... Áruld el, hogy lehet 90 évesen ilyen fizikai és szellemi kondícióban lenni? Hát én azért úgy mindig azt mondom, kérdezik, hogy hát de jó nézek, mondom én adok magamra. Ugye? Minden reggel tornázom. Mindig, jó, mindig. Akkor délelőtti séták, akkor a garázsba a szobabicikli, közben fülhallgatóval szeret a... Bach és Beethoven. Bach, igen, de hát ez a Bach szeretetem is onnan van, a hitemmel és a templomba járással összefügg, mert én édesapám mellett az orgonán ültem. És mikor Kecskemétre jöttem, én nem a földszinten, hanem fönt az orgona közelébe ültem, mert annyira bennem volt az orgona muzsika, és szeretem az orgona muzsikát. Mandi bátyám, minden jónak vége szakad egyszer így ennek a beszélgetésnek, és annyi mindenről nem beszéltünk. Szerettem volna elmondatni veled, hogy közöd van ahhoz, hogy ma Magyarországon ennyi körforgalom van. Ezt még röviden tegyük hozzá. Hát, mikor Kecskemétre jöttem, feltűnő volt az, hogy nagyon sok közlekedési baleset van. És minden traumatológusnak alap művelete az, hogy a sérülés mechanizmusát elemezze ki. Nagyon sok rejtett sérülés jön létre közlekedési balesetnél. A rendőrökkel nagyon sokat beszéltünk, és elemeztük a sérüléseket. És akkor látták a rendőrök is, hogy ez az embert nagyon érdekli a közlekedési balesetek, és beválasztottak az OKBT-re. Ez volt az Országos Közlekedésbiztonsági Tanácsba. Előtte én kint voltunk saját kocsival Angliába, és ugye átmentünk a jobb kormányos, bal kormányos nehézségeken túlesve. Kívülről tudtam, hogy Csizik nevű körzetben laktunk, de át kellett menni a Temzén, és szóltam, eltévesztettük, a Westminster Bridge-en kellett volna mennünk, de egyel arrébb, és akkor megálltunk, és ott volt két rendőr, mondtam nekik, hé, Bobby, mondtam. Mondom, hogy én ide Csizikbe akarok menni. Jó, üljünk be, és vittek 80 kilométerrel, elvittek a helyig, és azt mondták, hogy itt van. Nagyon jó benyomás keltett, de még akkor kellett mennünk, vagy 3 kilométert, és a körforgalom. És hiába láttam, 6-7 helyen is elágazó csápok voltak, és nem tudtuk mindjárt elolvasni a feliratokat, 3 kört is csináltunk. Na hát mondom, itt van a megoldás a közlekedési balesetnek, és akkor én beadtam 2 írást a közlekedési minisztériumba, semmi válasz, és akkor én felszólaltam az országos tanácsba, hogy kérem,
én felelősség teszem a nagy szavak, a minisztert azért, hogyha még halálos közlekedési balesetek lesznek ilyen helyeken, mint az 52-es és a Solti elágazás. Ott volt egy hatalmas baleset, sok halott és rengeteg sérült, és erre hivatkoztam én, és 3 hónap múlva elkezdték építeni a körforgalmat. Gratulálok hozzá, nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm szépen, és hát tulajdonképpen a monori kisdiák és a gyütment pesti bevándorlóból én remélem, hogy jó kecskeméti polgár lett. Ezt mi így gondoljuk. Nagyon szépen köszönöm neked. Köszönöm.